Julianus a 800 éve élt domokos rendi barát felfedezése óta időről időre hatalmába keríti a magyar keletre vágyó utazókat, véreink felkutatása, vagy csupán a felfedezés öröme. Kőrösi Csoma Sándortól Stein Auréron át a keleti kutatások mindig foglalkoztatták a közvéleményt, olykor túlzottan is, és nem alaptalanul. Utazóink közül némelyek, mint például Jaksics Gergely barokkos szenvedéllyel írja le, hogy a 19. század elején pártás, főkötős, sudár magyar tündéreket talált a Kaukázus hegyei között, és jelentős lélekszámú, 7 millió magyarról beszélt. A milleniumra készülő ország még inkább áhította a keleti rokonság megerősítését. Minden korábbinál hevesebb volt a vágy, hogy a keleti világban szétszóródott magyar töredékekre bukkanjanak, és mint egy kapocsként hozzánk húzzák. Részint a kalandvágy, részint a bukott szabadságharcot követő, sebzett nemzeti öntudat keresett támaszt a rokonságkutatás romantikus érzésében. A 19. század utolsó harmadában indult tudományos expedíciók programjában mindig jelen volt a magyarság keleti kapcsolataira vonatkozó feltevés. Az ekkor megfogalmazott kérdések sok vonatkozásban máig válasz nélkül maradtak. A történeti, néprajzi és nyelvészeti kutatók újabb nemzedékei tudják majd megfelelni azokat. Impozáns a hazai keletkutatók névsora, Kőrösi Csoma Sándortól Vámbéri Ármin, Lóczi Lajos, Berzencei László, Princ Gyula, Csolnoki Jenő, Stein Auriel, Zicsi Jenőn nevén át Almási Györgyig, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Az én áldott emlékű Újvári Zoltán professzor úrom arra tanított, hogy a kezünkben lévő papírt le kell tenni, nehogy feleslegesen idegesítsük a hallgatóságot. A keleti kapcsolatok iránt, úgy újabb diát kérek, a keleti kapcsolatok iránti tudományos érdeklődés később sem szűnt meg, de a körülmények nem kedveztek az utazásnak, a helyszíni terepmunkának. A munka dandárja az íróasztalok mellett és az egyetemi katedrákon folyt. Az említett keletkutatókban közös, hogy a felfedezési vágy, a tudományos igény jellemezte őket, és szinte kivétel nélkül Törökországon a kelet kapuján át vezetett az útjuk. A törökországi magyarok kutatása azonban ez időben fel sem merült. Pontosabban más szálon kiemelkedő történelmi személyiségek kutatása kapcsán került szóba, bocsánat, de akkor sem úgy, mintha valaha a magyarságból kiszakadt rokonok lennének, pedig a török és a magyar történelmi kapcsolatok különös figyelmet érdemelnének. Köztudomású, hogy Thököly Imre és Zrínyi Ilona Izmitben talált menedéket, és Kodzsa Elli Karatepe települést a kíséretükben élő magyarok hozták létre. Karatepe ma is büszke alapítóira. Számon tartják a magyar gyökereket. Jó lehet, hogy a családnevekből ma már nem derül ki az egykori magyar származás, de a történeti forrásokból lehet tudni. Ez az egyetlen bizonyíthatóan magyar alapítású település jelenleg Törökországban. A származástudat azonban túlélte a történelmi viharokat és a vallásváltást is, de aki Törökországban élt és katonai pályára ment, annak kötelező volt iszlám hitre térnie. Azonban akik nem töltöttek be török hivatalt, megtarthatták a vallásukat. Ők találtak végső nyughelyet az isztambuli magyar protestáns temetőben, ahol természetesen nem csak magyarok és nem csak protestánsok nyugszanak. Isztambul Feriköy negyedében, a magyar protestánsok temetőjében lettek eltemetve azok a magyarok, akik a későbbi migrációs hullámmal a második a Rákóczi szabadságharc bukása után a vezérlő fejedelemmel második Rákóczi Ferenccel Rodostóban éltek, és a későbbi, a 48-as szabadságharc bukása után Kossuth Lajos és kísérete Kütahyában lelt menedéket, de csak jó egy évig tartózkodhatott ott. Alig ha van olyan momentuma a törökországi magyar menekültek életének, amely a kutatók előtt ismeretlen lenne.
a török levéltárakba is betekinthetett, sőt, bizonyos szempontból rendezhette is azokat a Rákóczi kutatások kapcsán a 20. század elején Karácsony Imre, később neves orientalistáink, Fodor Pál és Dávid Géza ugyancsak levéltári kutatásokkal kiváló eredményekkel gazdagították a hazai tudománytörténetet. Következő. Van azonban egy érdekes jelenség Anatóliában, amely időről időre megdobogtatja a magyar turista vagy kutató szívét, a magyar falvak, a magyar nevet viselő települések. A 20. század utolsó harmadában egy New Yorkban élő magyar származású geográfus, etnográfus Ispay Ferenc a Taurus-hegység déli lejtőjén élő jürükökhöz vezető kutató útja során eljutott Magyarkölybe, Magyarkölyb, magyar falva, és színes élménybeszámolót közölt Magyarkölyb a 400 éves magyar falu Törökországban címmel az Élet és Tudományban. 1981-ben jelent ez meg. A helyi hagyomány szerint az alapítók Magyarországról jöttek 400 éve, és magyar tudatukat máig megőrizték, így lett a falu neve Gebiz Magyarkölyb. Ispay Ferencet a felfedezésben követték mások is, így a nagynevű etnofotográfus Kunkovács László, majd a fáradhatatlan gyalogló, az erdélyi származású Beder Tibor, és a kiváló újságíró Margittai Gábor. Általuk ez a földközi tenger partján lévő ókori kereskedőváros Szidétől alig 20 kilométerre északra lévő aprócska település az érdeklődés középpontjába került. Ispay 1976-ban egy magyar-török kapcsolatokról szóló isztambuli konferencián már 8 magyar nevű településről számolt be. Ma már sokkal többről tudunk, bár a származást illetően sokára még eddig nem jutottunk. A mai Törökország területén 20 földrajzi név, ennyi egykori település neve kezdődik magyar előnévvel. A többi település esetében, miután a népesség növekedésével a város magába olvasztotta a falut, ma már csak egy-egy kerület, vagy csak utca őrzi a magyar nevet, utalva az alapítókra. Az, hogy valójában kialapította, ma már homály fedi, de a magyar, mint etnoním szerepel a település nevében, és persze többségüket, amolyan prekoncepciós elmélet alapján, az Európa közepén élő, amúgy testvérnépként szeretett magyarokhoz hozzánk kötik. Hogy melyek ezek a települések? Kérek egy következő diát, igen. A kutatás jelenlegi állása szerint két teória él az anatóliai magyar nevet viselő települések létrejöttét magyarázandó. Bár első gondolatra mindenkinek ez jut eszébe, hogy a török hódoltság idején Magyarországról elhurcolt hadifoglyok telepítették volna ezeket, de ez aligha helytálló, hiszen a hadifoglyok tárgyasztánál fogva sem alapít falvakat. Tehát semmiképpen sem tartható. A magyar turkológusok többsége azonban azon a véleményen van, hogy az elnevezés a muhajir, mágyir, magyar, amolyan vízhozta ember migráns jelentésű szóból származik, és feltehetően a 19. század végi orosz-török háború idején a Balkán felől érkező csoportok ülték meg ezeket a helyeket. Nem gondolnám. Ugyanis a középkori földrajzi nevek többsége személynév eredetű, vagyis arról a személyről nevezték el a megült területet, aki a tulajdonosa vagy a közösség kiemelkedő alakja volt. Valamilyen okból magyar etnonim került a falvak nevébe. A Kaukázus túloldalán, az északi oldalán, már valószínűleg a mongolkor előtt, de a 8.-9. században már volt magyar, kicsi magyar, ullu magyar település, a Derbent Náme, a Kaukázus kapuja, Derbent története tanúsága szerint. A mongolok magyarországi hadjárata után nem sokkal a vezető réteg nevei között is megjelenik a magyar személynév, amelyből idővel nemzetségnév lett, és lassan elterjedt az aranyhordában és a vele határos török területeken. Felbukkan néhol az utódállamok nemzetségei között is.
Ezzel cseng össze az a másik vélemény, amely a történeti forrásokra hivatkozik, a török történész Cevdet Türkay, török fővárosi történelmi archívumban található kétkötetes nagy munkára hivatkozva írja, hogy a magyar Oluhalil-Tai Feszi név a türkmén nomád Jürükán nevek között található, megtalálható. A nomád vándorlás során Anatóliában megtelepedett magyar türkmének az alábbi helyeken találtak maguknak életteret, és ragadtak ott a leszármazottaik. Adana, Icsel, Alaize, Ankara környéke, Dündárli körzet, Adana tartomány, Kula, Simav, Gediz, Kula, Gediz, Szirke körzete, Kütaja tartomány, Szaruhán tartomány, Kalkanlu, Elmali kerületek, Teke tartomány, Eirdir, Gebiz és Szerpe, Agrosz és a Iszpárta kerületei. Balikeszír mellett lévő magyarlár, vagy ahhoz tartozó magyarlár kölyű egyébként a törökországi viszonylatban a harmadik legnagyobb alevi muszlim török falu. Nézzünk egy következő diát. Igen. És ezek szerint a feltevés ugye az, hogy Magyarorlu Hallil vezette vallási közösség Icsel szandzsákjában telepedett le. Tehát amint azt látható, hogy a magyar nevet viselő helynevek lakói nem a 18. 19. században Magyarországról jött csoportok, hanem a türkmén törzsekhez hasonlóan Horaszán felől érkeztek Anatóliába, és az említett 20 helyen telepedtek meg. Gázi pasa magyar kölyű lakói magukat Horaszánból jövőnek tartják. Az itteni lakosok magukat nem különálló etnikumként tekintik, hanem Közép-Ázsiából származónak, akik először Icselben, ez a földközi tenger mellett lévő település, Anamur régióban telepedtek le, és sem szellemi, sem anyagi kultúrájukat tekintve, beleértve a temetkezési szokásaikat, sírjelöléseiket, nem különböznek a Torosz-hegység nomád jürükjeitől. A szerző egyértelműen amellett foglal állást, hogy a magyar falvakat semmiképpen sem a 18. 19. századi emigránsok hozták létre, hanem a sokkal korábban, a 16. században Horaszán felől érkező vallási csoportok, tarikátok és azok sejtjei alapíthatták. Magam egy Izmit Kocaeli karatepe helyszínen végzett kutatás után 2014-ben Nagyia Güngörmüssel és Jihan Karatassal jártam az Izmit Kocaeli karatepe faluhoz alig 200 kilométerre délre lévő Magyarok falva, közigazgatási szempontból nagyközség, Gerede megyében, Bólu városhoz tartozik egy aprócska település, csak Muktárja falugazdája van, aki az ügyes-bajos dolgokat intézi, amolyan helytartó. A falu éghajlatát és gazdálkodását a fekete-tengeri klíma határozza meg. Kiváló a földje, földműveléssel és állattartással foglalkoznak a falu lakói, kivéve persze azt, aki a kb. 200 km távolságra északra lévő Izmitbe jár be dolgozni. Ma már mondhatni alvó falu, kevesen maradtak helyben, 70 ház van a faluban. Közülük is kiemelkedő az a család, amely Németországban dolgozott, és otthon magyarlár kölyűben épített fel egy kiváló gazdaságot, hatalmas házzal. Egy újabb diát kérek szépen. Irfán Karadzsa úr, a falugazda feladatait önként végző Muhtár és Mustafa Bey, a nyugdíjas imám, idézte a történeti mondát, mely szerint ez az övéké, igen régi település, még a keresztes háborúk idején itt ragadt magyar csoport megülte a területet, hiszen földje jó, két kiapadhatatlan vize, a sebes folyású Gerede folyó és a beléfutó kristálytiszta vízű patak, a Csáj, gazdag fekete földdel jó alapot nyújtott a élethez, még akkor is, ha a történeti mondának csupán, mint folklór műfajnak nem adunk hitelt, akkor is sokkal régebbi települést feltételezünk. Dzsámija, a helyiek tudomása szerint a 16. században épült, de többször felújították. Régi temetője,
az átlagos falusi török temetők képét mutatja, kőpakolásos sírokkal, melyeken az elhunyt nevét nem jelölték, ettől kissé távolabb, a falutól egy meglehetősen nagy távolságra, az új temetőben már fejtől való sztélékkel ellátott sírokon, sírokat találunk, rajtuk török nevekkel természetesen. Még egy diát kérek. Valószínűbbnek tartom tehát, hogy az Anatóliában magyar nevet viselő települések egy része, főleg a kelet-anatóliai területekre esők, a Kaukázus előterében leszakadó, a türkmén törzsekkel keveredő töredékek voltak, illetve a vallási közösséget alkotó tarikátok Horasztán felől érkeztek Anatóliába. Azonban a teljes bizonyosságot csak a történeti források megismerése után kaphatjuk, tehát ez a téma további kutatásokat igényel, és nagy örömömre szolgál. Nem beszéltünk össze, csak most a programból derült ki számomra, hogy a holnapi napon hasonló témájú előadást fogunk hallani Sudár Balázstól, aki kiváló kutató, akadémiai intézeti kutató és történeti kutató. Én megköszönöm a kedves figyelmüket, tessék engem elköszöntetni, az utolsó diát kérem. Mert az direkt, az utolsó diát kérem, a 11-es, igen, és köszönöm szépen, mert ugye ehhez öltöztem. Köszönöm szépen.